Üdvözletem, hölgyeim és uraim! Hétvége, kert, telek, projekt, ugye? Következő a menet, járda, ugye? Mint ahogy elkezdtem. Beraktam egyet. Mégiscsak visszahoztam az 5 centit innen ide, beljebb. Igazából túlzottan nagy jelentősége nem volt, csak annyi, hogy itt a szélén nem 14 centi lesz, hanem csak 9 cm maradt fog ki, ami, ahova gyakorlatilag ugye terítő módba fog kerülni. Úgyhogy az úgy marad. És a következő a menet. Ide szórunk be burvát, egyenesbe rakjuk, szegélykőbe, viszintbe, vonalhoz igazít, és nagyjából egy darab benne is van. Tehát a kellékek, egy darab lapát, egy talicska majom, vagy murva. Szóval körülbelül ennyi a berakás, és most mehet mellé murva. És akkor ezzel picikét rögzítettem is. Betonos maradt, tehát ezzel kapott egy oldalsó támasztást, és később jött hozzá a beton. Na gyerekek, cumi van, de király! Na hát ez eddig nagyon jó, hogy így betettem, nincs is ezzel semmi gond egyébként. Viszont a fő probléma, ami lesz, az igazából annyi, hogy jó, a maga a járda az viszintes lesz, tök jó. Tehát így viszintben lesz. Csak amivel úgy nagyon nem terveztem, az ez a földmagasság, amit fölötte van. Ugye? Tehát e fölött, a szegélykő fölött, ugye itt van némi földmagasság, gyerekek. Aj, ez annyira jó. Úgyhogy most egy hirtelen tervváltoztatás van. Lesz. Ugye az utolsó szegélykő nagyjából oda fog kimenni. És ezeket a köveket innen föl kell venni, mindegyiket. És így szépen a talaj ki kell innen dolgozni, vonalba. Így, és nagyjából arra a területre, oda a fa melletti területre, egy kicsit abba az irányba, itt szépen el kell dolgozni, mert ott van egy kis gödör, ez viszont itt egy kis emelkedő. Tehát itt szépen az fog következni, hogy innen eldolgozzuk a talajt, oda. Nagyjából. Hát tökéletes.
Jó, persze ezt nem most fogom csinálni. De... Na, ezt azért majd meg kell csinálni, mert ugye most jelen pillanatban szegénykül fölött vagyunk. Úgyhogy... Tök jó. Frankó. Ja, és igen, itt amin ülök, ugye, ez is maga a járda lesz. Itt. Tehát ez is olyan, hogy igazság szerint ebből is le kell vennünk. Hát terveim szerint olyan 10 centi volt, de hát ebből lesz egy 15-20 centi is, amit innen le kell dolgoznunk. És ezt a rengeteg sok talajt, ezt így el kéne egy a kertbe valahol piszterülni. Oda. Nagyjából. Úgyhogy jó. Nem jó, de mindegy. Úgyhogy az fog következni. Ezt is meglebegtetem a kamerát egy kicsikét, de lej, rámegy. Nagyon jó. Ott, ahol az a luk látható, nyomnám, elől, nagyjából olyan mélyen kéne kiszedni majd a földet, ott, ahol ülök, jelen pillanatban. Tehát itt is, hogy murvával szépen föl lehessen az egészet tölteni, és a járdalapokat rá lehessen majd tenni. Nagyjából ez a nagy terv. Sok meló, eleve sajnálom már a lábamat. Ja igen, úgyhogy nyafogják egy kicsit, túl vagyok egy ilyen majdnem egyhetes lábfájáson, mert itt fáj, aztán itt, aztán itt megint, aztán most itt. Szóval ez egy ilyen vándorfájdalom, így a bokámba így körbe-körbe, meg így a lábamba, meg mindenhol. Hát ez azért van egyébként, mert cigány nagyon nem szokta a szántást. Ja. Úgyhogy igen, cicás videó, íme. Szia, cica! Jó, ugye, mihez kamera kell a képbe, a cica abban a pillanatban aktiválja magát. Úgyhogy jó. Jó. Na, hogy nem beszélünk zöldségeket, ugye meg lehet nézni. Szépen vízbe van ez téve. Ugye látszik, hogy vízmérték. Nagyon szép, nagyon jó. De tényleg, kimegyünk tehát egész pontosan bemegyünk a föld alá, úgyhogy hát meló ez lesz vele. Majd, nem tudom, idomított bakondokkal fogok szerintem operálni, és, vagy kooperálni egész pontosan, és majd akkor megoldjuk a problémát. Sziasztok! Újra gondolt történet, íme. Egy kis hidegvágó, meg kalapács. Na, most az volt, ugye kíváncsi voltam rá, hogy ennek a tartóoszlopa, ugye ennek a padlásfejárnak a tartóoszlopa, ez mennyire van lebetonozva, és mennyire tudunk ugye a szint alá menni. Aztán most ki tudtam szedni a betont innen, és itt levéstem. Így is, azért viszonylag elég jól le tudtunk menni a szint alá. Meg szerintem, hogyha még itt megkapírcsulom, akkor hát itt már egy kis betont még lehet érezni, tehát itt már nem szedtem tovább. De szerintem ez már nagyjából szint alatt lesz. Úgyhogy jelen pillanatban itt tartunk. Úgy tűnik, hogy ez az oszlop ez nem lesz akadályozó tényező. Hát a többi az meg földmunka. Egyébként elég köves a talaj. Hát egy jelentős számú követ oda kidobáltam, kavicsot. Ezeket a betonokat szerintem ide berakom majd mellé. Valahova. Ott van egy kicsit több hely. Úgyhogy rögtön el is használom, illetve nem gyűjtöm fölöslegesen a betondarabokat. Úgyhogy most pillanatnyilag ennyi. Kezd beborulni az idő. Egyébként. Úgyhogy ja. Az első kupac földet odahordtam. Az első talicskába. Itt keletkezik a második, szintén oda fog menni. És így a fák köré így elhordom a földet. Na most mit csináljak vele, igazából ennyi. Nem tudom, gondoltam arra, hogy újra tervezem a járdát. De igazából nem akarom újra tervezni. Most volt olyan terv, hogy itt a járdát esetleg ugye onnantól megemelem 10 centit, és úgy hozom el az egyenest, és akkor itt lesz egy lépcső fölfele,
ugye erről a szintről. De igazából itt nem 10 centi van, hanem jóval több, tehát a földet így is úgy is meg kell mozgatni. Most akkor meg már mindegy, hogy most 20 centit vagy 10 centit mozgatok meg. Nem munkában mindegy, megsérültem. Nem munkában mindegy, de most ha már megmozgatom, úgyis csupasz föld lesz itt, tehát akkor most mindegy, hogy akkor 20 centit veszek le. Szerencsére itt azért viszonylag elég mély, 40 centi ilyen fekete föld van, tehát nem lesz, nem fog szarul kinézni. Hát nem tudom, mindegy. Na, áskálódás. Ma már nem betonozok. Áskálódunk, aztán így van, megyünk haza. Mára ennyit akkor.